1823. Bolyai János megkezdi az abszolút geometria kidolgozását, Kölcsey Ferenc megírja a Himnusz című költeményét, Miskolcon pedig, Pest-Budát majd két évtizeddel megelőzve, megépül a mai Magyarország első, a magyar nyelvű színjátszásnak otthont adó kőszínháza. A korabeli politikai körülményeket ismerve ez a vármegye volt, amely a magyar nyelvügyét, a magyar kultúrügyét igen fontosnak tartotta, és 1816-19 között a vármegye több felhívásba fordult egy nemzeti teátrum állandó színház megépítésével a helytartó tanácshoz és más vármegyékhez. Végül is ezt a fáradozást siker kísérte, hiszen tudjuk azt, hogy 1823-ra fölépülhetett a kőszínház Miskolcon. A Nemzeti Játékszín Miskolcon felépült. Kéres hazánkban első, s csalhatatlan zálogává lett a nemzeti nyelv állandó életének, s a kor szellemével haladó csinosodásának. E korszakban az volt a szokás, hogy a társulatok állandóan vándorútra keltek, és mindig egy színigazgató vezetésével meglátogattak egy színházat. És ezeknek a színigazgatóknak volt saját társulatuk. A színház ezen időszakának kiemelkedő színész egyénisége Dériné Széppataki Róza, akinek emlékét Miskolc városa a mai napig odaadóan ápolja. Az 1843-as nagy tűzvész a színházat sem kíméli, porig ég. A teátrumot a mai helyén egy a főutcára néző telken építik újjá, amely így még jobban bekapcsolódhat Miskolc kulturális életébe. E szerves együttélés a színház és a város között leginkább a 20-as, 30-as években válik meghatározóvá. Igény volt és szükség volt a színházra. Tehát egyszerűen a színház és a filmszínházak szinte teltházzal játszottak mindig. Hozzátartozott a színház utáni élethez a kaszinó. Egyszerűen erre épült a belvárosnak a vendéglátása. Nem véletlen, hogy a színházzal szembe kávéház és étterem működött, hogy néhány méterrel lejjebb a miskolciak számára sokat jelentő találkozási pont a villanyrendőrnél volt a legendás három rózsa fogadó. Hogyha a város főutcáin a másik irányba megyünk, ott a Pannónia szálloda fogadta az embereket. Tehát a színház közvetlen környékén három szálloda és étterem és négy kávéház és cukrászda működött. Tehát az emberek a színházba tulajdonképpen a cukrászdából érkeztek, és amikor a színi előadásnak vége volt, akkor a kávéházba kötöttek ki. De vannak olyan korabeli sajtóhíradások is, hogy azért tartották vagy nyújtották az előadások szünetét, hogy az emberek át tudjanak menni a szembe lévő kávéházba, és el tudjanak fogyasztani egy kávét. E hangulat felélesztésének szándéka is közrejátszott abban, hogy Miskolc városa a 80-as évek végén a színház életének legnagyobb átalakítására szánja el magát. Itt az alapigény több vidéki színházhoz hasonlóan az volt, hogy a meglévő színház épületet újítsuk föl, színház technikailag is korszerűsítsük, és hát állítsuk helyre, alakítsuk át kismértékben a magát a műemlék nagy színházat. Ezen kívül a várost feszítették azok a gondok, amelyek a színházak kapcsolatban megoldatlanok voltak. Nem volt jól üzemeltethető kamaraszínház, a színészlakások helyzete már 20 éve megoldatlan volt. A színész múzeum is új igényként lépett föl. Ezen kívül megoldatlan volt, különböző fűtetlen fészerekben zajlott a díszlet készítés, illetve a díszlet tárolás. Különböző messze eső helyeken nagy szállítási távolságokat kellett ahhoz áthidalni, hogy a színház működni tudjon. Nagy kihívás volt a tervezés? Nagy kihívás volt és nagy alázatot igényelt. Egyrészt a maga a műemléképület, másodszor az, hogy a viszonylag szűk költségkeretbe ez a teljes program, ami sajátosan egy együttesként fogalmazódott meg Miskolcon, beleférjen. Annyiban különbözik ez a színházrekonstrukció egyéb vidéki színházrekonstrukcióktól, hogy itt egy helyen próbáltuk koncentráltan megoldani mindazt, ami a színházhoz tartozik. És a színház 173. évadját már ezen épület együttesben kezdhette meg. Barangoljuk hát be együtt Tália miskolci templomát. Az építkezés során a nagy színházat eredeti állapotában rekonstruálták. Ami mégis újdonságnak számít, az a színpadtechnika.
a számítógéppel vezérelhető gyűrűsforgós színpad, amellyel a színház mindhárom színpadát felszerelték, a rendezők, díszlettervezők szinte minden elképzelését ki tudja elégíteni. Az épületegyüttes barokk kisvárosi hangulatot idéző belső udvarán helyezkedik el, a színház talán legüdítőbb színfoltjaként az 500 férőhelyes szabadtéri színpad. Érdekességét az is fokozza, hogy a vasfüggöny leeresztésével a nyári programok után is teátrumként üzemelhet. Ezt a lehetőséget használta ki a színház vezetősége, amikor idehelyezte kísérleti műhelyét, amelynek neve idén szeptembertől Csarnok Kultusz Motel lett. Egy olyan kis zugot szeretnénk itt megteremteni, amit a motelok tudnak az országutak mellett, hogy jövetmenetel lehessen bújni a világ zaja és a világ helyenként nagyon kegyetlen kihívásai elől. Valamint egy olyan helyet, ahol áldozni lehet a gondolkodás kultuszának, a kísérletezés, a játék kultuszának. És azért tartottam meg a Csarnok nevet, mert én úgy érzem, hogy az elmúlt években mindig egy nagyon, nagyon progresszív szellemiségű előadások születtek, és ezt a hagyományt szeretném folytatni. A színház a szélesebb közönség igények kielégítésére is hangsúlyt fektet. Így a nagy színház mellett az újonnan elkészült 300 férőhelyes kamaraszínház is ezeknek az elvárásoknak próbál megfelelni, és itt kapnak lehetőséget vendégtársulatok darabjaik bemutatására is. A közönség igényei mellett szót kaptak a dolgozók elvárásai is. Így készülhetett el az épületegyütteshez szervesen kapcsolódó irodai szárny és a színészház is. Úgy gondolom, hogy Miskolcnak van most a legkorszerűbb, legjobban felszerelt, legnagyobb, legösszetettebb színháza, amely persze rengeteg problémát vet föl, hogy egy talán nem egészen ide passzoló példát mondjak, ha valaki egy zsigulival járt hosszú éveken át, és valami csoda folytán egyik napról a másikra egy Rolls-Royce-szal kell közlekednie, hát akkor az bizony meglehetősen bajban van. Szóval az egyik szeme legalábbis sír, a másik természetesen nevet, mert ilyen gyönyörű színház senkinek nincs, egy magyar másik városnak sem. De ezt bizony üzemeltetni kell, ezt fűteni kell, ezt meg kell tölteni színházzal, meg kell tölteni produkciókkal, díszletekkel, jelmezekkel, színészekkel, zenével, táncosokkal, és ez bizony probléma lesz. Elmondható tehát, hogy Magyarország és talán Közép-Európa egyik legmodernebb színház együttese jött létre Miskolcon. Abban a városban, ahol 173 évvel ezelőtt a magyar nyelvű színjátszás első állandó otthona is felépült. És ez talán nem véletlen. A város európai gondolkodását tükrözi az is, hogy az első kőszínász helyén álló épületbe színészmúzeumot költöztettek, amely a teátrum története mellett emléket állít a miskolci és a vidéki színjátszás kiemelkedő egyéniségeinek is. A maguk idejében csillagok voltak, akik bearanyozták az ember életét, szebbé tették az ember életét, hogyha rövid időre is, de el tudták hitetni az emberre, hogy a jövő szebb lehet a holnap, mint amiben ma él. Ez a színészet. Hát hogyne? Róluk emlékezünk. Azt mondja Petőfi Egressy Gáborhoz című versében, hogy és elmegy velük az idő hajója. Hát nem megy el. Megmarad az örök léten át, míg ember él a földön. Róluk fognak emlékezni.